Részlet Bartók Béla a Fából faragott Királyfi című táncjátékából. A Magyar Állami Operaházban mutatják be a darabot február 11-én, szombaton. Győri vonatkozása is van az előadásnak, hiszen a koreográfiát Velekei László, a Győri Balett igazgatója, Csepi Alexandra dramaturga közösen alkotta meg. A koreográfus 2019-ben kapta meg a Magyar Állami Operaház által alapított Seregi díjat, melyel az is együtt járt, hogy a Magyar Nemzeti Balett együttesével készíthet egy darabot. A hosszú járvány miatt erre most adódott lehetőség. Velekei Lászlót a próba után kérdeztük a kéthetes közös munkáról. A Győri Balett táncosai már ízig-vérig ismerik az én stílusomat, és inkább annak az idő intervallumáért aggódtam, hogy tudok a táncosokkal megismerkedni, hogy lesz-e időm arra, hogy megtapasztaljam az ő mozgásvilágukat, és természetesen a neoklasszikus bázis nagyobb fókuszt kapott a stílusom részeként, de egyedül ettől tartottam, hogy mi az az időszak, ami megadatik, hogy hatással legyünk egymásra, de hamar megtörtént, tehát nem panaszkodom. Nagyon gyorsan haladt a munka, meglepően gyorsan. A Magyar Nemzeti Balett igazgatója jól ismeri Velekei László munkásságát. Solymosi Tamás híradónak úgy fogalmazott, látva a munkafolyamatokat és a darabot a színpadon, remek munkát végzett a Győri Balett igazgatója. Én úgy érzem, hogy látva Velekei László munkásságát akár az elmúlt években, vagy a teljesen, mindenképpen egy olyan tehetséges koreográfusról beszélünk, aki meghatározó a magyar balett vagy a magyar tánc világában. És én azt hiszem, hogy neki ez a mű egy nagyon komoly kihívás mindenféle szempontból, és nagyszerűen dolgozik a táncosokkal, nagyszerűen kezeli a teret, és ez egy win-win helyzetet teremtett, hiszen most már láttuk az egyik színpadi próbán összeállt a darab, gyönyörűen, ráadásul három szereposztást tudott kiállítani, ami én úgy gondolom, hogy ilyen rövid idő alatt egy tényleg egy nagyszerű teljesítmény, és nagyon várjuk a premiért. A Fából faragott Királyfi Bartók Béla második színpadi műve 1917-ben az Operaházban mutatták be. A történet egy igazi mesevilágot tár fel, mellette komoly mondani valója is van. Az alapkoncepció az, hogy minden örökérvényű műnek van egy kortalan üzenete. Nekem egy picit a Fából faragott Királyfinál az, hogy mit ér a királyfi korona nélkül. És szerintem ez nagyon jól reflektál a mai világunkra, de természetesen nem akartuk Csepi Alexandrával újra gondolni, hisz maga a Bartóki mű eleve annyira karakteres, és annyira elmondja zenében, hogy éppen mi történik a történetben, hogy azt éreztük, hogy ellene mennénk a zenének. Velekei László hozzátette, nagy megtiszteltetés volt számára a felkérés és a közös munka is a Magyar Nemzeti Balett Társulatával, ami elmondása szerint azonos struktúrával rendelkezik a Győri Balettéval. A Fából faragott Királyfit február 11-én mutatják be a Magyar Állami Operaházban.